Reggeli Monitor. Pozitív adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal a hazai turizmus tavalyi évzárásával kapcsolatban. Decemberben ugyanis éves alapon több mint 10%-os növekedést figyelhetünk meg, mind a vendégészakák számában, valamint a vendégek számában is. Pontosan mit látunk itt decemberben, minek köszönhető ez a növekedés? Inkább arról van szó, hogy alacsony bázishoz viszonyítunk, vagy valóban láthatunk egy fellendülést? Azt gondolom, hogy ha a 2019-es rekordévhez viszonyítunk, akkor is azt látjuk, hogy a várakozás felettiek a mostani eredmények, hiszen azért nem mindegy persze, hogy ha a koronavírus járvány idejéhez viszonyítunk, az azt követő esztendőhöz, vagy a 2019-es rekordévhez, nyilván más-más mutatnak a számok, de bármelyikhez is tesszük ezt, az kétségtelen, hogy tényleg erős és jó számokat hozott a mostani időszak, és vannak olyan tényezők, olyan időszakok, amikor meghaladtuk 2019-es rekordév számokat. Is. Mondok egy példát, az USA-ból például összességében 30%-kal, Kínából 4-szer annyian jöttek, Dél-Koreából 3-szer annyian, mint korábban, és ezek ugye a 2019-es számokat, ha viszonyítjuk, már akkor is szépek. Tehát a decemberi időszakban tényleg azt tapasztalhattuk, hogy Budapest utcáin valóban olasz, spanyol turistából nagyon sok van, az Egyesült Királyságból pedig annyi, hogy továbbra is Budapest esetében piacvezetők, és hát mellette pedig valamennyiben piacvezetésről lehet beszélni egyáltalán az érkezést illetően, és német turistából pedig országos szinten van továbbra is a legtöbb, de az kétségtelen, hogy függetlenül attól, hogy mihez viszonyítunk, ez egy jó időszaknak tekinthető, hát a tavalyi bázisponthoz képest pedig az emelést azt ugye már említette, és ez valós. A külföldről érkező turisták száma vagy észrevehetősége decemberben azért is releváns, mert a KSH is egy olyan statisztikát mért, hogy éves alapon a külföldi vendégészakák száma majdnem kétszer annyival emelkedett, mint a belföldieké. Ez azért jelentős különbséget jelent, főleg milyen területek vonzák Magyarországon ezeket a külföldi turistákat. Alapvetően mivel magyarázható ez a magas emelkedési jelenség? Ez elsősorban három dologgal magyarázható. Az egyik az, hogy a koronavírus járvány idején ugye a külföldi forgalom az csökkent kifelé és befelé is. A belföldi vendégek azok a Balaton környékét, vagy éppenséggel Északát, Magyarországot, a fürdővárosokat sorolhatnám tovább választották, de belföldi úti célokat kerestek, hiszen nem kockáztatták adott esetben a karantént, hogy két hétig ott maradjanak egy idegen országban kötelezően, olyan helyen, amiről fogalmuk sincs sem, hogy milyen lehet. Másrésztről pedig Magyarországra is, akár adminisztratív okokból is nehezen tudtak elutazni, hiszen sok helyen kisem engedték az állampolgárokat a saját országukból sem a világ számos országában. Tehát ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb rendeződni látszott a turizmus a 2019-ben megszokottakhoz, vagyis ahhoz, hogy mi magyarok is megyünk külföldre, hát nem véletlenül most Horvátországban is rekordot döntöttük egyébként 700 ezer körüli magyar turista számmal, és a másik oldalon pedig nyilván a belföldre pedig visszatérnek a külföldi vendégek. Tehát ez azért egyrészt várható volt. A második dolog az, hogy viszont hogy a várakozás felett visszaépült a turizmus, az Budapest vonzerejének és Magyarország vonzerejének is köszönhető. Tehát nézzük meg csak azt, hogy milyen fejlesztések voltak az elmúlt időszakban. Azt láthatjuk, hogy megújultak a 3-4 csillagos szállodák. Másrészt pedig Budapest szálloda kínálata olyan 5 csillagos minőségi szállodákkal bővült, amelyek a nyugat-európai szállodákhoz képest is legalább olyan jók, vagy akár többet is nyújtanak, mert mondjuk, hogy néhány példát is említsek, a Párizsi udvar a maga gyönyörű, fantasztikus építészeti örökségével és elhelyezkedésével, vagy akár a W Hotel, az egykori balettintézet épülete szintén azokkal a csodákkal, amelyeket, hogyha valaki bemegy a recepcióhoz, akár meg is nézhet, és nem is kell feltétlenül megszállni, kiemelkedő európai szinten is a szállodák közül, és azt látjuk, hogy valóban ez a fejlődés ez nagyon-nagyon jól működik a gasztronómiában. Valóban gasztroforradalom volt Budapesten. A butik hotelek közül itt van mondjuk a Vernó, aminek a Fláva étterme olyan, hogy a fúziós konyha gyöngyszeme és a világ csodálatos ételeit itt meg lehet kóstolni. Hát most mondtam jó pár hotelt, de hát sorolhatnám tovább. A Balaton környékén is régen nem volt 5 csillagos szálloda. Most 5+1 csillagos a Winifred a Balatonfüreden. Hát annak a gasztronómiája világviszonylatban is kiemelkedő. De tényleg rengeteg példát is hoztam arra, hogy milyen szinten bővült a kínálat, és azt hiszem, hogy nagyon sok értéket tudunk adni annak, aki ide jön, nagyon sok élményt tudunk adni, gasztronómiát, kulturális örökséget és mesés gyógyvizeket, hiszen az a gyógyvízkincs, ami nálunk van, az azt hiszem, hogy világviszonylatban egyedülálló. Olyan fürdőink vannak, ahonnan egész Budapestet be lehet látni a Rudas tetejére, ahol aki felmegy jacuzzizni, hát soha nem felejti el a külföldi turisták közül, de a többi fürdőnk is már az építészeti megoldásaival, a szolgáltatásaival, a wellness élménnyel valóban vonzza a vendégeket.
Ez kicsit azzal is egybevág, amit Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatója nyilatkozott még tavaly, hogy a kulcs nem feltétlenül a több turista Magyarországra csábításában van, hanem a többet költő turisták csábításában van. Ezekkel a luxus hotelekkel és fejlesztésekkel kicsit ez a stratégia látszik körvonalazódni, akár 2024-re is. Azt látjuk, hogy Magyarország már nagyon erős abban, hogy a 3-4 csillagos szállodákat megtöltse. Látjuk azt, hogy azért a fapados járatokkal rengetegen érkeznek Budapestre, és akár túl is mennek Budapesten már jó páran. De igazából, ahol mondjuk a költések jelentős része összpontosul, az mondjuk a nagy fesztiválok, a világbajnokságok, rendezvények, atlétikai VB nagyon sok jól költő turistát hozott mindenféle országból, a Forma 1-en, ugye komolyak a bevételek. Hát összességében nyilván ez egy olyan iparág, ami hát nem egy szociális szegmens, hanem az a cél, hogy bevételeket termeljen a szolgáltatóknak, és bevételeket termeljen valamennyiünknek az adóbevételek okán. Tehát ez a turizmus fő célja amellett, hogy élményt is ad, tehát ez is egy fő cél, meg a rekreáció is fő cél, hogy az a vendég, aki ír látogat, jól érezze magát. Hát az is fontos természetesen, hogy vigye a jó hírünket a világban, hiszen ez túlmutat a gazdasági sikereken, ez az ország imás kérdése. De azt gondolom, hogy többfajta célja is van a turizmusnak, de nyilvánvalóan első helyen megemlítettem azt, hogy bevételt hozzon a szolgáltatóknak, az országnak, és mindezt úgy, hogy reális és jó szolgáltatást nyújtson. Tehát ilyen értelemben valóban van egy szálloda például a világban, a töltöttsége az gyakorlatilag 100%-os, pedig alig van vendég, mert az egyik harab uralkodó kivette egész évre a hotelt, mert egyszer jól érezte magát, és eladni meg nem akarták neki, úgyhogy akkor kivette egész évre. Hát ő neki 100%-os a töltöttsége, rendkívül jó a bevétel, pedig alig van vendég. Tehát nem feltétlenül a vendégszám, hanem a bevétel és a profit arány az, ami meghatározó. Egyébként, ha megnézzük a 2019-es rekordév és a mostani év adatait, 13%-kal nőttek a bevételek. Tehát azért ez nem olyan rossz szám, összességében ezt is sikerült túlszárnyalni, bár hát nyilván itt azért az inflációs hatás is érvényesült, tehát az igazsághoz ez is hozzátartozik. De az kétségtelen, hogy ha azt nézzük, hogy honnan lehetne még bevételeket szerezni, akkor valóban az, hogyha mondjuk Bécset utolérnénk abban, hogy ne jöjjenek bevásárolni, és ne oda menjenek bevásárolni azok a turisták, akik a luxus üzleteket és a luxus hoteleket látogatják, és fajlagosan a költésük nagyon magas. Hiszen egy dolgot nem szabad elfejteni, ezeket az eredményeket olyan időszakban ért el a magyar turizmus, amikor a jól költő orosz turisták elmaradnak, hogy az orosz-ukrán konfliktus nagyon nagy nehézséget jelent, Évíz például rengeteget veszített ezzel, és hát az orosz turisták tipikusan olyanok, akik egy két hét üdülés alatt akár 1 milliót vagy még többet is elköltenek forintba, és általánosságban volt egy vizsgálat, hogy egy adott helyen mennyit költenek ők, és mennyit a magyar turisták, és gyakorlatilag 10-szer annyit néhányan, néhány helyen. Tehát azt hiszem, hogy azért ez komoly érvágás, és még így is sikerült hozni a számokat. Az izraeli konfliktus miatt pedig szintén kiesett egy komoly küldőpiacunk, mert egy évben, mondjuk 2019-ben 80 ezer izraeli vendéget fogadtunk, most ez a szám jóval kevesebb. Tehát biztos, hogy a jövő az is, hogy minőségi szolgáltatásokkal azt a réteget megfogjuk, aki még Bécsben mondja azt, hogy a Kertner Strasztin sétálgatva talál igazi luxus üzleteket. Budapestnek bármilyen fura, de kellenek még luxus üzletek, és kell még olyan kínálat, amely segítségével ezt a réteget megfogjuk, hiszen bevételek, nagy profit, nagy költés, és gyakorlatilag a letertheltsége a városnak pedig, a zsúfoltság és az overturizmus, erre gondolok, az kisebb ahhoz képest, hogy mondjuk mekkora a profitabilitása egy ilyennek.